poharam! Új mamacita Lindára, új papára, új szülöttre, és új nagypapára, Señor Dreyfus. Dreyfus! Cseri nem is említette, hogy maga itt vendégeskedik? Nem vendégeskedek, hanem lakom. Meddig marad? Hát, ameddig élek. Vagy esetleg délután elhalálozok, hogy 5-6 órára el is visznek. Bizony, Elise kidolgozta az együttélés szabályait, és pont miattatok volt rá szükség. 12-es szabály, ha Év és én beszélgetünk, te kimaradsz belőle. Igen, igen, de nem lehetne most kivételt tenni, hát egy anya nem maradt a csendben, amikor ez nincs kivétel, nem hágjuk át a szabályokat. Én nem is áthágni szerettem volna, csak egy kicsit módosítani. Jó, én inkább kibontok egy üveg bort a vacsorára. Az miért kértek? Vöröset vagy fehéret? Vöröset. Fehéret? Nekem is jó lesz a fehér, köszi! Hát jó lesz neki a fehér, eredetileg is azt akartam. Na és te is azt akartál. Jó van, de most már gondolkodom egy kicsit. Négy perc! Mindig fel kell írni orvos telefonszámát. Emlékszel, egyszer a nővéremnek volt egy nagyon csúnya kiverése. Csodáljon! Kiverése! A bőre kipirosodott, kipatogzott! A kiütése volt! Szí, kiverése! Szí! Elise, Dr. Porter nincs ebben a telefonkönyvben. A P-nél néz, hogy Porter. A P-nél. Aha, vagy a D-nél, hogy doktor. Miért a D-nél van? Ja nem, az N-nél. Tessék! Ne gyógyász! Hát ezt nem hiszem el. A csomagjain viszont nem maradnak. Nem állj majd dolga! Isten engem úgy segélyem! Itt maradok, ha belekeldök, le nem akkor is! Béke, poraira! Állj majd dolga! Semmi lekelő! Magában semmi emberi érzés nincs! Én elvesztettem a házamat, elvesztettem mindenemet, a bútorokat, a ruhákat, mindenemet. És a kis bodorom is oda veszett! Tudja, mit vesztettem? A nyomvott kis pali madara! Mi? Azt vesztettem!